Szerintem azért is különleges a Budapest Park, mert egy olyan fesztivál élményt tud garantálni így az embereknek, a zenekarnak, a közönségnek, ahhoz képest, hogy ez mégiscsak egy klub, amit így talán így Budapesten vagy egész Magyarországon semmilyen más helyszín nem. Például a 10 éves születésnapunkat azt mi is így töltük meg, és ez egy ilyen varázslatos élmény volt, hogy konfetti ágyú, tortar, több ezer ember, és ez azért így megmelengedte az ember szívét. Nálunk mindig is az volt a koncepció, hogy azért egy ilyen 120%-ot azt mindig kell tartani, hogy soha ne legyen visszaesés, és pont emiatt, hogyha egy kicsit is azt látod az embereken, hogy nem tudom én, nem kapják el a fonalat, vagy bármi ilyesmi, akkor igen, rá kell tolni még egy lapáttal. Ez abszolút talán a mi zenekarunknak is lehetne akár a szlogenje. Vagy erre mi mindig arra törekszünk, hogy akkor felmegyünk a színpadon, akkor pont ez a valóság, ez teljesen maradjon kívül. Próbáljunk csak ott lenni, mindent elfelejteni, ha rossz volt a heted, ha kidobott a csajot, ha valami rossz dolog történt, akkor az semmiképp ne jelenjen meg a színpadon, hanem mindenki inkább valami önfelett másfél, egy óra, két órát kapjon ott, és teljesen felejtsük el ezt az egészet. Cukrot is tetszett kávécsészétben, még most se tudom, mi lesz. Az egyik ilyen nagyon váratlan helyzet az egyik koncertünkön, amikor pont ebbe a felhevült állapotba annyira ment a buli, hogy a hegedűsünknek, Kakasnak konkrétan kiverték a mikrofon állványjal a fogát. És a koncert ott egy pillanatra így meghűlt a levegő, és mindenki azon volt, hogy hol van az a fog, hol van az a fog, és össze kellett szedni azt a fogat. Azért ilyenek gyakran előfordulnak a buli hevében.